2016 őszén a Ludus Jászberény Klub nagy sikerű, akadályokkal tűzdelt futóversenyt rendezett az állatkert mellett elterülő térségben. Már akkor elhatározták, hogy 2017-ben minden negyed évben rendeznek egy ehhez hasonló versenyt, de különböző helyszíneken. Az idei év első rendezvényét január 28-án szervezték, melynek főhadi szállása a Sportpálya utcai labdarúgó stadion volt. A Ludus Run címmel fémjelzett rendezvény kezdetére nagy pehelyekben kezdett esni a hó. De ez láthatóan nem nagyon zavarta a résztvevőket. Sőt, a rendező szerint tökéletesnek számított az idő. Ebben az évben az első futásunk, ez a téli futam, ettől jobb időt nem is kívánhattunk volna, térdig érő hó van, hatalmas pehelyekbe esik, ez így tökéletes. Hasonlóan az első rendezvényhez, itt is rövidebb távot szabtak a gyerekeknek, a felnőtteknek pedig értelemszerűen hosszabbat. A gyerekeknek 2 kilométeres táv van, a felnőtteknek a tél miatt csak egy 6 kilométeres sprint távot tettünk be, és így van kutyás futam is lesz mind a két távon. A gyerekek miután Szőlősi Boglárka vezényletével kellően bemelegítettek, nekivágtak a 2 kilométeres távnak. Majd áthaladva a hídon, a vasas horgásztó mellett már akadályokkal találták szemben magukat. Ezek leküzdését nagyban akadályozta a frissen esett hó, de a kísérőik segítségével ügyesen megoldották a nebulók. Majd a 60-i úti hídon áthaladva az agyvagáton érkeztek vissza a focipályára. A beérkezés után nem tűntek fáradtnak a gyerekek. Vártam már, felkészültem, és akkor nem álltam meg a futás közben, nem sétáltam semmi. Melyik akadály volt a legnehezebb? Ami fel kellett mászni. Közben a felnőtt hölgyek és urak is készülődtek a 6 kilométeres távra. Köztük egy kutyus a gazdijával. Én mindig elmegyek az ilyen kutyás futóversenyekre, tehát nem sok van. Kifejezetten örülök, hogy aránylag közel Jászberénybe, ami igazából olyan 140 kilométer tőlem, találtam egy ilyen versenyt, és én valószínű, hogy fogok jönni mindig, hogyha rendezve lesz ilyen. A felnőttek dolgát már az elején megnehezítették, hiszen a rajt után a foci és a görkori pályát elválasztó dombon átvezetett az útjuk. A rendezők elmondása szerint mindenki teljesítette a pályát, és amikorra visszaértek, már a hóesés is megszűnt. Folytatás május környékén, de akkor már hómentes pályán.